1917 óta március 8-án tartjuk a Nemzetközi Nőnapot, bár hazánkban csak 1948-ban vált ez az időpont egységessé, sőt, az akkori szocialista időkben egyfajta munkásmozgalmi szellemiség is áthatotta. Lényege azóta sem változott. Köszönet, hála, tisztelet a hölgyek irányába. A Munkásművelődési Központ munkatársai az idei esztendőben is köszöntötték a hölgyeket. Az intézmény bejárata előtt 100-nál is több ajándékcsomag várta a leendő gazdáját. A többek között bombont is tartalmazó díszes csomagokért cserébe az intézmény munkatársai mindössze egy közös képet kértek az ajándékokkal. Ez egy nagyon furcsa dolog, mert ugye mi női kolléganőkkel vagyunk, de hát úgy gondoltuk, hogy ha ünnepelhetjük ma a Zoltán napot, akkor ünnepeljük a nőnapot is, ugye, mert ez egy kettős ünnep nálunk. Minden évben szoktunk készülni a látogatóinknak, itt már a megelőző hetekben ment a nagy brainstorming, tehát az ötletbörze, hogy mit csináljunk, hogyan, tavaly szeretetbe főtjeink voltak. Na most idén ajándékdobozokat készítettünk, ez egy másfél hetes munka, több mint 100 darab ajándékdobozt, bombont raktunk bele, boldog nőnapot kívánunk. Bár a kezdeményezés a beérkezett képek és visszajelzések alapján a városlakók szemszögéből is igazán kedves, azért az MMK-ban már nagyon várják, és ezzel együtt készülnek is azokra az időkre, amikor végre nem kell kompromisszumot kötni a programok apropóján. A pandémia és az energiaválság nem várt nehézségeivel is meg kellett küzdeniük. Kézműves foglalkozások, ünnepi műsorokat szoktunk nőnapi műsort tartani, valami operet vagy egyéb, tehát ami vidám dolog. Hát ez most idén nem lehetséges, majd jövőre. És úgy gondoltuk, hogy akkor megint meglepjük a kedves látogatóinkat, kiraktuk a kis ajándékasztalunkat, ahova most a kis dobozokba egy-egy szem bombont helyeztünk el egy kis jó kívánsággal, közben kaptunk ajándékba dekorációt még, azt kiraktuk, és most megint kihelyeztük a ház elé az ünnepünket. Nagyon reméljük, hogy a húsvéti harmadka után már mindent bent tudunk tartani az intézménybe, mert most már azért jönnek a 10 fokok, és akkor újra jöhetnek elő a régi, megszokott, hagyományos rendezvényeink. A meglepetés végül a késő délutáni órákig megtalálható volt az intézmény előtt. A visszajelzések alapján pedig szép számmal érkeztek a látogatók, s vitték tovább a szívvel készített ajándékcsomagokat.